Hogyan indult el ez az egész? Tehát teljesen egy természetes folyamat volt, hogy erre a zenére lehet magyar nyelven énekelni, mert szerintem sokan vannak szakmabeliek a nézők között, és hát a dalszövegírás is egy ilyen nehézkes dolog, hogy ezt az angol szász indítatású muzsikát egyszer csak magyar nyelven megfogalmazni, egy kicsit ráidomítani, rátörni a nyelvet, ami egyébként aztán gyönyörűen kibontható természetesen. De hogy mik voltak az első pillanatok? Tehát, hogy hogyan jutottatok el ahhoz a momentumhoz, hogy egyszer csak el lehetett énekelni egy sort, akár magyarul? Vannak ilyen mikrofonok. Hát igen, igen. Nagy merészségnek tűnt ez abban az időben, mert mi egy olyan közösségnek voltunk, olyan halmaznak voltunk részegységei, ami amatőr ifjúsági öntevékeny zenekaroknak hívtak, és ezek a zenekarok ezek nem rendelkeztek működési engedéllyel, viszont egyetemi és főiskolás klubokban általában, meg volt néhány más nagy vállalat, amely a saját klubjában megengedte, hogy amatőr, tehát nem hivatásos zenészek föllépjenek, és ott az akkori szabályok szerint nem kellett előre engedélyezni a műsort, mert a hivatásos műsorokat mindig engedélyezni kellett. Így aztán ezekben a klubokban általában angolul énekeltek, és azokat a számokat énekelték az amatőr öntevékeny ifjúsági zenekarok, amiket a rádió meg a tévé nem játszott. Ez volt a lényeg. Hát a tévé még amúgy is nagyon kezdetleges formában volt, de ezek a dalok évekkel később, vagy időnként fölbukkantak egy ilyen tudósításban, arról szóló tudósításban, hogy mit tudom én, az amerikai Coca-Cola mámorban, igen, és, meg hasonló. Ilyen elrettentő példaként jelentek meg, és hát akkor nagyon figyeltünk rá, mert tudtuk, hogy ez az elrettentő példa az, amit mi követni akarunk. És ezek voltak az első tudósítások, na meg persze a luxemburgi rádió a 208-as hullámsávon, amelyik esténként általában az angol Top 20-t játszotta. Ez egy kereskedelmi adó volt, és azért hívták Radio Luxemburg, ami Luxemburgból adott, de ez egy angol társaság volt, amelyik ezt a műsort adta, de csak este 8-kor előtte azt hiszem hollandot adott, vagy valami hasonló slágereket. És ezeket a dalokat kagylóztuk le Magnó mellett, vagy szerencsésebbek szereztek lemezeket is, amik akkor sportolók hoztak be, meg néhány olyan kiváltságos, aki átjárhatott a határon. És ezekről a lemezekről lemásoltuk ezeket a menő dalokat, vagy egyáltalán a rádiófelvétel, fadinges, rossz felvételét Magnóról próbáltuk kisillabizálni, és hát ezekből állt a műsor. És ezt kellett játszani, mert erre volt kíváncsi az a közönség, ami ezekbe a klubokba járt. Éppen ezért magyarul énekelni és saját dalokat játszani, az valami egészen elképesztően érthetetlen dolog volt a részünkről, olyannyira, hogy még a zenekarvezetőnk, Illés Lajos se nagyon értette, hogy erre egyáltalán mi szükség van. De hogy erre eljussunk, erre az állapothoz, ehhez meg kellett írni az első dalokat, és itt átadom a Leventinek, hogy ne csak én meséljem. Nógrád Verőcére keveredtünk 65 nyarán, és ott kezdődött az együttműködés. Ám nem teljesen minden előzmény nélkül. Nagyon sok mindent tudnak az emberek, mert azért ez szóba került, ez az előtörténet. De azért itt, hogyha ez most már fölmerül, akkor azért nem árt rávilágítani egy-két pontra. Én teljesen önhatalmulag ott hagytam a Váci gimnáziumot 2 év után, mondván, hogy itt akkora mozgás van Budapesten. Én nem bírom már ki abba, akkor még nagyon csöndes kisvárosba. És ott hagytam a kollégiumot, minden, és harmadik, negyediket az Újpesti Könyves Kálmán gimnáziumban végeztem, ott is érettségiztem.
Nem azért, mert én ezt eldöntöttem, hanem azért, mert egy nagyon jó balatoni nyár után augusztusban közöltem a Faterról, hogy kéne valami iskola itt Pesten, akinek elég jó kapcsolatrendszere volt tanáremberként. Szóval miért most szólsz? Hát mondom, azért, mert ha előbb szólok, akkor visszakergesz Vászra. De mondom, én már elhoztam a munkakönyvemet, kész, én oda-vissza nem megyek. Na, és akkor kinézte ezt az újpesti könyves Kálmán gimnáziumot. Hát amit itt följövetben mondtam, egészen véletlen, hogy itt van egyik leghíresebb, világhírű jazzdobosunk, Kőszegi Imre, aki az előbb rosszul mondtam, nem osztály, hanem iskolatársam volt. Az osztálytársam az a Bajtala Janó volt. Cigánylány, te cigánylány. Na, ő volt az osztálytársam, és hárman ugye elég gyorsan egymásra találtunk, és ilyen klub délutánokon játszottunk. Ugye Imó dobolt, zongoránál Bajtala, én meg egy szál akusztikus gitáron megpróbáltam valami mikrofon szerezni, hogy valami szóljon. De olyan számokat játszottunk, nem akarok hosszan, csak az, hogy milyen hatások érik az embert. Van, aki ezt a számot nem ismeri? Na. Tehát amikor gyakorlatilag én ide kerülök Pestre és a könyves Kálmánba, ez a két év pontosan elég ahhoz, hogy én gyakorlatilag a könnyűzenei szakmának a legfontosabb embereit megismerem, és a Bergendi Pistának úgy mutat be az egyik barátom, Halti Ivánnak hívták, már szegény nem él, aki így, nem mondom, mi te ismered a Pistát? Hát dehogy ismerem, hát oda megy a szünetbe, ide, és azt mondom, hogy te vagy a haverom, miért engem ismer? Nem ismer, de nem érdekes. Hát figyelj, bemutatlak téged, engem meg nem muszáj bemutatni. Na ez volt az első ilyen csírája a menedzselésnek. Úgyhogy, na ez tényleg így is történt, mert a Dáliában játszott a Bergendi zenekar, és akkor kérdezte a Pista, hogy akkor miket játsz. Hát mondom, Radio Luxembourg, London W-ban. Hát bőké rá valamire, ami izé. De ők is játszottak ilyen nótákat, és akkor a következő szünetbe fölmentem, mit tudom, két-három számot játszani velük, és akkor így nagyon-nagyon gyorsan terjedt ezt. Azért mondtam el, mert gyakorlatilag két dal már a placon volt, az egyik a zsebemben, a másik a Hajnal István szövegével, a Sanzor és Tánzor Bizottság íróasztalán, és még volt egy harmadik, de azt én nem sorolom ide, mert az nem illésszám volt, ez a Rohan az idő, amit az Esnagy Pistával írtunk, és abban a 64-65-ös időszakban ezt körülbelül háromszor tiltotta le a Sanzor és Tánzal bizottság, már mint hogy nem engedélyezte. Még annak ellenére se, hogy az Esnagy Pista azért egy ilyen, már ilyen benfentesebb figura volt, és ő se. És akkor végül 65 őszén az Atlantis együttessel, a Neményi Béláékkal veszi föl a Konzsuzsa a Rohan az időt, de úgy, hogy a saját hangja vigye haza a körúti stúdióban, mi fölveszünk egy csomó számot még így a kiterjedt zenésztársakkal, és köztük van a Rohan az idő is. Igen ám, de köztük van a Hajnal Istvánnal írt Alvajáró című dal, amit aztán végképp nem fogadott el, soha nem. Én úgy szoktam mondani, hogy két szám érte be a Bródi Jánost, amiből lesz a Itt állok egymagam, ez az előbbi Alvajáró, és az utcán, amire soha nem került szöveg. Úgyhogy amikor Nógrád Verőszén összeülünk, hogy kéne magyar számokat írni, hát ott már ott az előkép, már csak meg kell írni a szöveget hozzá, és ott írjuk meg az Ómondot, és ott írjuk meg a Mindig veledet. De ez egy ilyen misztikus pillanat, soha nem fogunk semmi titkot megtudni, persze a két jeles szerzőtől, de ez egy ilyen... Ja, és a Légy jó kicsit hozzám, az ott születik Nógrád Verőcén. Ez egy misztikus pillanat volt az életedekben, hogy fú, egyszer csak klappol minden, te így fogod az akkordokat, én így írom rá a szöveget, vagy iszonyú nehéz szülések zajlottak. Nem. Mondom, itt ha ebből nem derült volna ki, ennek volt egy picike előzménye, amitől bátorságot kaptunk ketten, de csak négy szem közt. Hát érted, szóval mi azért nem kezdtünk el vizélni, hogy na most neki látunk magyar számokat írni, de ezek már megvoltak, és elkezdtünk azon gondolkozni.
Igen, és hát valójában a helyzet is hozta magával, mert azért sokat számít, hogy 65 nyarán a Nógrád-Verőce ifjúsági táborban mi afféle vendéglátó funkcióban voltunk, minden este játszottunk. Valószínűleg azért hívtak minket oda, mert ez egy nemzetközi ifjúsági tábor volt, és hát itt talán belejátszott az, hogy a nemzetközi fiataloknak azért mutassák, hogy itt van olyan zenekar, amelyik nemzetközi számokat is tud játszani, mert hát, mint mondom, a műsorunk nagy része az ilyen angol-amerikai top 20 számokból állt. És ja, azért azt a vonatosat mondd el, hogy valamivel kielégítjük Péternek, hogy hazafelé a vonat. Jó, csak nem akartam ilyen nagyon röviden lezárni. De hogy a legendás lapos tetőt megemlítsem, hogy napközben rengeteg időnk volt, és a Levente se hajlott annyira a kocsmázásra, meg én se túlságosan. Úgyhogy amíg a többiek mentek inni vagy csajozni, addig mi fölvittük, és ez egy nagyon jó szituáció, hogy a tetőre fölvittük a gitárokat, tám még valami söröket is fölvittünk, erősítőt, és akkor ottan gityiztünk naphosszat. Rengeteg időnk volt, és a Levente mutogatta a számait, hogy ő már miket írt, és én is mutogattam, hogy milyeneket kéne írni, mert olyanokat, és akkor ott álltunk, hogy jó, de hát, hogyha ezt mi meg akarjuk írni, akkor erre valami szöveg kell. És a Levente már mondta, hogy ő már dolgozott szövegírókkal, és mutatta is a szöveget, az Alvajáró az nem nagyon tetszett nekem. De semmi, hogy hát akkor most kell. És megbeszéltük, hogy akkor megpróbálunk valami szöveget találni, nevezetesen az első dalra, amiben megállapodtunk, hogy ez egy jó találmány, ez a kezdetű szám, amelyik nagyon hasonlított a Kings együttes akkori számaihoz, de olyan jó kis kvintes gitár. És megbeszéltük egy hétvégén, amikor szabad napot kaptunk, hogy akkor gondolkozunk rajta, és találkozunk a nyugati pályaudvaron, amikor megyünk vissza. És valaki elkésett. Addig valamit kitalálunk. Nem, a elkésésnek ebben nincsen. Hát csak arra gondolom, hogy kimondta, hogy rám vár. Igen, hogy beültünk. Emlékszem, hogy beültünk felültünk a vonatra. Van lépcsője volt még csak igen. És amíg zötyögött Vác felé, addig kicseréltük a fantasztikus kreatív leleményeinket. Mi szerint én azt találtam ki erre a ritmusra, hogy kimondta, hogy rám várj. A Levente meg történetesen azt találta ki tőlem teljesen függetlenül, hogy ne várj tovább, jöjj el. És akkor mondtuk, hogy ez mind a kettő jó lesz bele. Jó lesz ez, igen. És így összehoztuk az első dalt, amiben hát az új az minden dalba szerepelt, és akkor ez nálunk, hogy ó ne. Ez helyettesítette ezt a ritmusképletet. Azt mondhatjuk, hogy valamiféle szocializáció, a rádión keresztül a titeket érő hatások, meg úgy az ösztönös ráismerés hozza össze az első magyar nyelvű közös szerzeményeket. Na most miközben mi boldogok voltunk ettől a mámortól, hogy létrehoztunk néhány számot, és szövege is van rá, és nem tudom én, ugyanakkor halálfélemünk volt, hogy ezt bárkinek is megmutassuk, mert ez nem volt trendi. Hát én emlékszem, amikor a egyetemi... Szól ez egyébként? Szól. Jó. Amikor a egyetemi színpadon volt valami kultúrműsor, talán Mensárosnak valami iroda, nem tudom, de egy a lényeg, hogy a Laux Józsival jövünk lefelé, és hosszan sétálgatunk ott a nap. És akkor elkezdem mondani, hogy te, idefélj Józsi, képzeld el, hogy mi megírtuk az első 4 számunkat. Micsodát? Hát mondom, 4 számot írtunk a Brodyval, magyar zene, magyar szöveg. Őrültség, hát meg fogtok bukni. Ugyanis azért ez nem volt olyan egyszerű dolog, hogy te abban a luxemburgi rádió által sugalt nyugati és rendszerellenes hangulatban lelező fiatalságot te ezt csak meg tudod győzni, hogy te... Hát magyar számot a Sárosi Katalin éneket, meg a Vámosi Zárai. Magyar számot. Hát szinte ti... Szóval elvi kérdés volt ez, nem az, hogy jó vagy nem jó. Elvi kérdés, hogy ilyen nincs. A magyar számot
a rádióból közvetítenek, Beat zenekar magyar számot nem játszhat. Körülbelül így állt a dolog, és most következik az az esemény sorozat, amely mégis valamit megmutat ennek a szakmának a titkaiból. Nevezetesen, hogy szerencse kell hozzá, meg akkor kell ott lenni, amikor éppen van valamit, amit elő tudsz adni. Tulajdonképpen nekünk megvoltak ezek a dalok, de a Lajos nem nagyon örült annak, hogy nem akarta bevenni a repertoárba sokáig. Ugyanúgy, mint a Lajos. Ő is tartott tőle, hogy ez a drága közönségünknek nem fog tetszeni. De azért úgy egyet-egyet belecsempésztünk. A Bosba már játszottunk, ez olyan híres történet, hogy eljátszottuk. Minden különösebb bejelentés nélkül egyszer csak eljátszottuk az Ómondot, és utána a szünetbe kérdezgettük a közönséget, hogy hogy tetszett a magyar számon. Melyik? Néztek. Na de egy pillanat, azért ez hozzátartozik az, hogy nagyon fontos, hogy nagyon tökéletlen berendezéssel indultunk, ugye akkor, amikor megalakult ez az új zenekar. És hát én például a saját erősítőmbe gitároztam, és el kellett döntenem a potméterrel, hogy most az ének szóljon, vagy a gitár. Mármint a gitár potméterrel. Mert ha hátra veszem, akkor jobban szólt az ének, ha előre teszem, akkor semmi nem hallatszott. Na ebből azért egy ilyen kvázos valami előjött, tehát az éneket igazán nem lehetett érteni. Na ebből ez a lényeg, hanem... Na. Szóval ezek a dalok alkotói szempontból elkészültek 65 nyarán. Egy-egy belőle bekerült ősszel-tavasszal a műsorba, de az igazi szerencse az volt, hogy amikor az amatőr ifjúsági öntevékeny zenekarok számára vetélkedőt szerveztek, és tulajdonképpen érezvén a kultúrpolitikát irányítók, hogy itt azért egy mozgalom van születőbe, és ezek a fiatal zenekarok hát tényleg csak angolul énekelnek, és hogy hát azért... valahogy meg kéne tanítani őket a szép magyar dalokra, mert hát ez a magyarság hangulatától, vagy hogy úgy mondjam, idegenszerű, imperialista csökevény, ez mégsem ételjezze itt az ifjúságot. Azt találták ki, egyébként elég meglepetésszerűen, hogy a salgótarjáni döntő előtt kihirdették, hogy a döntőn résztvevő zenekarok műsorának a fele magyar számokból kell, hogy álljon. Tehát pontosan fogalmazva, csak annyi angol száz nótát játszhatsz, amennyi magyar is. Ha az egy-egy, akkor egy-egy. Na, de itt jött az őrület, mert mindenki rohangált Bágyától Fényes Szabolcsig. Mondod? Hát nem volt, a többi zenekar nem volt erre fölkészülve. Ugye az elvtársak azt gondolták, hogy akkor majd a szép magyar slágereket fogják eljátszani ezek a gyerekek, de hát ezt persze nem szívesen játszották, és ha eljátszották, se volt velük sikere. De muszáj volt magyar. De muszáj volt magyarul éneke. Nekünk meg megvolt. Ez egy pillanat még miért közbeszólsz, mondjuk ki, nagyon ünnepélyesen és hangsúlyosan 4 darab Lennon McCartney-t játszottunk, és 4 darab Szörényi Brodyt az előbb említett 4 szám közül. Igen. Na, az első... Tapsvihar, igen. Az első kérdéssel, mint várható volt, sikerült Pandora szerencét fölnyitni, tehát most tartunk a rendelkezésre álló idő 2/3-ánál, és tartunk 1963-64 környékén. Nem tudom, hova fut ki a beszélgetés. Kéri László politológussal dumáltam hasonló szituációval egy pár hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy ha akkor titeket ott betiltanak, meg ezt az egész öntevékenységet, akkor nincs rendszerváltás, tehát ez egy ilyen egészen izgalmas a konszolidációval együtt megérzett térnyerésnek lehetett a pillanata. De ha már többször is említettétek a Sanzon bizottságot, akkor felidéznétek néhány olyan pillanatot, akár az Illés zenekar teljes pályafutásával, amikor egyrészt leesett számotokra a tantusz, hogy ezekkel a dalokkal sokkal többet is el lehet mondani, bár persze lehet, hogy cáfoltok, és majd azt gondoljuk erre, vagy azt gondoljátok erre utólag, hogy a közönség érzett bele dolgokat, de hát aztán már voltak célirányos üzenetek is, hogy hogyan lehetett ezt az akkori kultúrpolitikát kijátszani ilyen értelemben, mert azért így utólag nézve is megdöbbentő, hogy mik mehettek át. Vélhetőleg nagyon-nagyon szűk szűrőkön és mezsgyéken.
Hát én azt gondolom, hogy többféle habitusú alkotó van. Én legalábbis azok közé tartozom, aki nem tudta pontosan, hogy mit csinál, amikor csinálta, és tulajdonképpen a visszajelzésekből jöttünk rá arra, hogy ezeknek a daloknak, ezeknek a magyarul előadott daloknak ilyen erős és jelentős hatása volt. Most egy nem mondom el, mert akkor az még félreveszi. Akkor nagyon röviden, Oroszi Péter barátom, aki ilyen polbites volt, meghívták a televízióba kicsit később, hogy énekeljen valami polbites dalt. Ő elvitte a Universal Soldier című Donovan dalt, és azt mondták neki, hogy hát, ha lehet, inkább magyarul kéne énekelnie. És akkor összeültünk, és lefordítottuk a magyarra, úgy, ahogy tudtuk azt a dalt, magyarra. Péter bevitte a televízióba, hogy itt van magyarul, elolvasták, és azt mondták, nem lehetne inkább mégis angolul? Tehát ez az a pont, amikor... Kedves presszionálás! Amikor azt kívánták, hogy a magyar kultúrához illeszkedjen, de végül is, ami ebből létrejött, az nem illeszkedett ahhoz a kultúrához, amit ők szerettek volna képviselni. És ebben a pillanatban létrejött az, hogy valami egészen mást kezdett el jelenteni a műfaj, és hát amúgy is minden szereplője, és mindenki, aki hát nyugati zenét játszott, és hogy mondjam, nyugati módra öltözködött, az valamilyen formában az akkori korlátok között a szabadság kis csoportos eszméit hirdette, egyéni szabadságjogokat, és ezek megvoltak, mert például egy ilyen klubban a közönség csak fehéringbe és nyakkendőbe jöhetett be, másképp nem engedték be. De a zenészek már fölvehettek színes ingeket is, mert hát miattuk jöttek be. Tehát a zenészeknek volt egy kicsivel több szabadság joguk, mint annak a közönségnek, akit megpróbáltak megnevelni, és a zenészek nagy része így vagy úgy ezzel élt is. Tehát valamilyen formában reprezentálta a mindennapi magatartásán keresztül, hogy ő valami másfajta kultúrát képvisel, vagy szeretne. Hát természetesen aztán a magyarul hangzó dalok ezt lényegesen felerősítették, ezt a dolgot. De miután bekerültünk úgynevezett hivatalos műsorokba, egy idő után már engedélyeztetni kellett a dalokat, és nem tudom, hogy erre vonatkozott ez a kérdés. Hát leginkább. Sanzon és Táncdal Bizottság volt a neve, én Sáncdal Bizottságnak hívtam röviden, és ott egyébként eldöntötték, hogy mi az a szórakoztató zenei termék, amelyik alkalmas arra, hogy a nagy közönség elé kerüljön, és az ő engedélyük nélkül felvételt nem lehetett készíteni. És valójában kétfajta dolgot is képviselt a Sanzon Bizottság. Egyrészt védte a szakma professzionalizmusát, mondjuk így, a dilettánsokkal szemben. Tehát ha valaki egy olyan dalt adott be, amit már százan megírtak előtte, akkor azt mondta, hogy ezt nem fogadja el. Ma ez már nem így megy, ma meg lehet írni 100 egyszer, még egyszer a dalt. És hogyha valami olyan szöveg volt, ami két szempontból nem felelt meg, kicsit túlságosan nyílt volt szexuális ügyekben, vagy politikai értelmezési lehetősége volt, akkor az nem kívánatosnak minősült. Hát ezek voltak főképp az elutasítás okai, és hát ilyenkor meg kellett felelnünk az elvárásoknak. De hogy ne fessen nagyon sötétre a dolgot, a Sanzon Bizottság, ez nem volt... Hát nem tudom összehasonlítani az esetleges mai MTVA-ba ülő Sanzon Bizottsággal, mert ezek mind pont egy fal választ el tőlük, úgyhogy csak... Igen. Mert azért ezek művelt és értelmes emberek voltak, és amikor tiltották, akkor is tudták, hogy mi az érték. Végül is a Artisius jó voltából beszélgetünk itt a színpadon. Igen. Hadd mondjam el, hogy ennek a bizottságnak az elnöke egyébként Romhányi József volt, és tagja volt a múlt héten elhunyt Fodor Ákos is, aki nagyon szívén viselte egyébként a fiatal tehetségek ügyét, és amikor egy olyan szöveg került elutasításra,
amiben azért ő értéket látott, akkor utána fölhívott engem, és elmondta, hogy szerinte hol kéne egy kicsit javítani ezen a dalon, vagy hogyan lehetne megoldani azt, hogy ez mégis elfogadható legyen a bizottság számára. Zenei kérdésekbe kötekedtek egyébként? Nem. Mert arra emlékszem, amikor én még gyakorló rockzenész voltam, akkor talán nincs itt az a rádiószerkesztő, aki mondta, hogy nem lehet gitárszóló a dalba, mert baleset veszélyes. És akkor úgy éreztem, hogy valahogy a Sanzon Bizottság ismét fölállt egy más fajta rendszerbe, de akkor ezek szerint a ti időtökben zenei kérdésekről nem esett szó egy ilyen elbíráláson. Egyáltalán nem, mert tulajdonképpen így, ahogy így visszagondolok, tehát rendkívül boldogak voltak a hatalom képviselői, hogy ezt a beatzenét így megmagyarosították általunk, és akkor a táncdal fesztiválokon már ugye megjelenhettek ezek a zenekarok, és játszottak ilyen számokat, és rábízták tulajdonképpen a közönségre ilyen formán. Már nem, tehát például ott van a 66-os Még fáj minden csók. Nem ők mondták meg, hogy ez borzasztó, hanem a öreg elvtársak a leveleikből derült ki, hogy ez borzasztó. Tehát, de ugyanakkor ott abban a pillanatban megjelent a generációs szakadék, tehát 66-ban és ezzel a, konkrétan ezzel a dallal. Amikor a Bosba lejött egy-két idősebb faszi fószer, bocsánat, akik szerettek minket, miután a, ez egy műhelytitok, de miután az első számokból ez már kiderült, hogy bizonyos helyzetekben megfordulnak a trendek. Tehát a Még fáj minden csóknak a szövegét egy szerelmi aspektusból kifolyólag én írtam. Tehát én soha nem volt az, hogy te írjál már nekem, Brody, egy ilyen szerelmi, olyan bánatos vagyok. Ilyen nem volt. Akkor én azt megírtam, de miután a fejlécünk Lennon McCartney alapon Szörényi Brody volt, hát az nem volt kérdés, hogy ez egy közös szerzemény. Na, ez csak azért mondom, mert faggatott engem az öreg úr, hát hozzánk képest most mit tudom én, lehetett 50 éves, hogy te ugye művész úr, de ugye Levente, azért az 56-ról szól. De mondom, nem, de nem mondom, ez nem, hát ez egy szerelmi, de hát olyan váratlan volt, ami történt, hát én tudom, nem kell. Szóval azért ezek baromi érdekes dolgok, hogy az emberek mit láttak, vagy mit hallottak bele. Igen, vagy bár ezt akartam. A refrént, ezt én írtam. Na, ez például te. Hát azért mondom, hogy jó, de ettől még az nem 56-ról szólna. Bármelyik korszakban is, amikor az ember belekezd ebbe a szakmába, és olyan üzemszerűen elkezd működni az élete, akkor hirtelen úgy eszébe jut, hogy milyen jó lenne valamibe tömörülni egyszer csak úgy az érdekeket képviselni, és a többi, és a többi. Valami ilyesminek tűnik bizonyos szempontból a Kitegyletnek a létrehozása is, ami lehet, hogy csak egy szellemközösség volt, de mégiscsak gondolom, hogy voltak annak praktikus okai is, hogy egyszer csak a Koncz, Ill és Tolcsvai összeáll, és valamit deklarál a világ felé. Ez valóban emiatt is jött létre, vagy egész egyszerűen jóba voltatok, és azt gondoltátok, hogy lesz majd egy ilyen közös szerzői bázis, ami egyébként aztán nagyobb erőt tud demonstrálni, akár a hanglemezgyártóvállalat, akár a Sanzon Bizottság, vagy bárki felé? Hát más volt akkoriban a helyzet. Ma ezt nem nagyon értik már a mai zenészek, akiknek nagyon természetes, hogy egyszerre többféle formációba is játszanak ugyanabba tehát nem folyamatosan, hogy mondják, nem sorozatosan lépnek át már a zenekarokban, egyszerre több zenekaruk is van, és többféle formációban is folytatnak zenei tevékenységet. Ez akkor még elképzelhetetlen volt, hiszen valahogy a zenekarok imidzse és a róluk kialakult kép az alapvetően ilyen baráti társaságok epicentrumát képezték, és ezek bizonyos értelemben kompetícióban voltak, és ez nagyon jellemző volt a különféle társaságok. Tehát egy ilyen jó leső bandázása. Igen, és az, hogy valaki a másik bandába is elmenjen játszani, vagy mással is játszani, az eléggé elképzelhetetlen volt, és a bandák viszonylag szigorúan és hát állandó tagsággal rendelkeztek. Na most az Illés zenekar vége felé már úgy tűnt, hogy az Illés zenekarban sokkal több alkotói energia szorul, mint amennyit maga ez a társaság az Illés zenekar néven ki tud magából játszani.
további. Mert hiszen már a, igen, már a, az Illések és pofonok nagy lemezen is érezhető volt, hogy, hogy tulajdonképpen a zenekar nem is tudja pontosan, hogy mi a műfaja, mert hiszen mindenfajta zenét játszik, és nagyon sokféle zenei elképzelés élt benne, és egyre inkább feszítették szétfelé a zenekar kereteit. Nem szól arról, hogy hát Levente találkozott olyan zenészekkel, akikkel szívesen játszott együtt, és aztán egy idő után megfogalmazódott benne, hogy, hogy egy önálló lemezt is, úgynevezett szóló lemezt is készítene, és azt nem feltétlenül az Illés zenekar tagjaival. És akkor én gondoltam arra, hogy végül is azok a zenészek, akikkel a Levente is szívesen játszik, meg akiket egyébként amúgy vittünk magunkkal, mert hát sok közös koncertünk is volt, hogy miért ne lehetne ebből egy nagy társaságot létrehozni, egy aféle alkotói munkaközösséget, amiben már ez, hogy, hogy mindenki bárki mással is a alkotóközösségen belül játszhat, ez természetes. És ilyen módon sokféle energia szabadult fel a Kitt Egyletnek abban az egy évében, ameddig létezett, mert hát csak egy év, évig tartott ki ez a dolog. De abban az évben azt hiszem, hogy nagyon jól működtünk, és nagyon kimondhatjuk szerintem, hogy nyilván sok dudás volt egy csárdában, de aztán kiforogta magát a Fonográf zenekar, aminek nyilván az alapja, hogy ekkor indultak el. Itt jövök én a képbe, 1974 vagy 75-öt írunk, Bakeliten megy a... De nem az a fontos, hogy mire való, de nem az a fontos, hogy mitől jó. Csak volt egy karcás a lemezen, és ez mindig visszaugrott. Nem az a fontos, hogy mire való, de nem az a fontos. De én transzba estem, és arra emlékszem, hogy 5 évesen fekszem, és nézem a plafont. És az anyám töri rám az ajtót, és kérdezi, hogy te megőrültél, kisfiam, rosszul vagy, mi történik? Tehát ilyen nagy emlékfoszlányok jutnak az eszembe, de talán még a Fonográf is akkor ilyen szempontból egy kicsit szűkösnek bizonyult, mert ahogy így beszéltek róla, akkor valahogy ez vitt titeket a színház felé? Hogy szerzőpárosként egyszer csak színházi darabokhoz nyúljatok, mert hát azért a színházról azt tudjuk, hogy a rock and rollhoz képest egy rendkívül fegyelmezett masinéria, de mégiscsak aztán ott a különböző zenei megoldásoknak, műfajoknak, szövegeknek az integrálása, az mindenképpen egy végtelen dimenzió. Nem, ez egy ilyen párhuzamos dolog volt. Tehát független az Illés és a Fonográf kaliberétől, képességeitől, és nem tudom én mi, egyszerűen, és ezt megerősítette ugye, amikor megjelenik a szupersztár a világban. Nekem mindig is meggyőződésem volt, ilyen klasszikus zenei kezdettől, hogy a beat zene, vagy a rock zene, vagy mindegy, minek nevezzük, de ennek az értékesebb válfajai rendkívüli módon alkalmasak arra, hogy fúzionáljanak a szimfonikus hangzásokkal. Ebben egészen biztos voltam. És ugye megjelenik akkor a Pink Floydnak például egy lemeze, vagy megjelenik a Royal Albert Hallban Deep Purple-nek a lemeze, és hát jelesül a szupersztár. És akkor én meggyőződésem volt, hogy akkor ez működik, és ezt nekünk is ki kéne próbálni, de hát nagyon sok idő eltelt, mire elhatároztuk, de elhatároztuk, hogy írunk színpadi darabot, és még arra is emlékszem, hogy összeültünk a Bodizsárral hármasba, és akkor ez a két téma jött elő, ugye amiből később az István a király lett, illetve a Hunok, az Attila, ez a két téma merült föl, és az véletlenszerűen jött be, hogy az Ivánka Csaba a kezünkben nyomja a Sarkadi darabot, az már előtte vagyunk egy évvel, vagy másfél az István előtt, akkor már nagyon feszül annak a lehetőség, hogy ebből kéne valamit csinálni. És én mindig azt szoktam mondani, hogy azt nem kétlem, hogy a Tini azt már akkor is meg tudta volna írni a szövegét, de én nem éreztem, nem, alkotóilag nem éreztem magam eléggé fölkészültnek arra, hogy egy egész estés darabot megírjak, és ez akaratán kívül ez volt a mentő a Kömüveskelemen, amiben dalokat írunk, kemény népzenei ihletésű dalokat írunk, de nem az egész egybefüggő
átkomponált lehetőség adódik. Hiszen hanem, az egy zenés darab, hanem egy szongok igen, vannak, dalok vannak benne. Jó, hogy a megfelelő dramaturgiának, tehát a megfelelő dramaturgia alapján megírt betétdalok, tehát nem csak egyszerűen, hogy ilyen vagy olyan elhangzik benne, hanem, és akkor én ott a Kőves Kelemennen bátorodtam föl, igen, hogy tudom ezt csinálni, megértem, és tudom, hogy mi a feladat. És akkor nem sokkal utána ugye aláírjuk a szerződést a Nemes Kürti tanár úrra. De hadd jegyezzem meg, hogy a Kőműves Kelemen volt az első színpadi darabunk, amit az itt jelenlévő Novák Peti papája rendezett meg. Hát koreografált, igen, a Marton László rendezővel együtt. Nagy élmény volt az is szintén. Muszáj lólépésben haladjunk, meg kicsúszunk minden létező határidőből. A mostani István a király előadásról csak azért hozom szóba, mert nyilván a közönség számára egy kicsit olyan váratlan dolog, hogy hirtelen a zene és a szöveg kap prioritást egy ilyen oratórikus koncertszínház formájában. Közben, amikor én, aki ráadásul a táncból jövök, igent mondtam erre a felkérésre, akkor az jutott eszembe, hogy hát persze, de hogy tulajdonképpen azért a dalok élnek, tehát nem tudjuk a sok rendezést felidézni, nem tudjuk a sok meghatározó pillanatot úgy időben és térben akár elhelyezni, de hogy nagyon sok generáció fújja kívülről a dalokat az első ütemtől az utolsó szótagig, és ebben nagyon megerősített a mostani illés jubileum, amit Beat ünnepnek kereszteltetek el, és ahol szintén együtt dolgozhattunk, hogy egyszer csak bejött a mai könnyűzenének az a fiatal generációja, akik hasonló progresszivitással, izgalommal fordulnak a műfaj felé a mai napig, ami talán most sokkal nehezebb, mint annak idején szerintem, és akkor egyszer csak megfogják ezeket a dalokat és használják. A ti nyitottságotok az úgy mind múlott. Ez nem volt kérdés, mert ilyen emberek vagytok egyébként, vagy féltettétek a életművet ettől a kihívástól? Olyannyira nem féltettük, hogy természetesen belementünk. Igaz ugyan, hogy saját programmal jöttek a már korábban említett zenekarok, akiket mi vittünk bemutatni az Óri műsorokba, lásd Mini, Kex, Tolcsvai Trió és a többiek, de ők saját programot játszottak. De mindig is bennünk volt az a, hogy mondjam, az a, nem azért, hogy kevesebbet kelljen játszani, hanem az, hogy ha mi tedd be a kis ujjad, vagy ahogy mondják, és akkor benyújtod a karodat. Tehát, hogy kaptunk egy lehetőséget az élettől, hogy népszerűek lettünk, és az általunk jónak tartott más bandákat a mi reflektorainkba igyekeztünk beállítani. Ez a lényege. Itt pedig hát nem lehet arról szó egyébként, hogy mi féltjük az életművet, mert az gyakorlatilag el se tudjuk rontani, szóval akármit csinálunk. De egy a lényeg, hogy jó érzés azt hallani, hogy ha különböző minőségben is, meg mit tudom én mi, de a saját szám és a saját elképzeléseik alapján nem kell görcsölni, hogy ez nem így szól, meg nem úgy szól. Sajnos a Beat közönség, a mi Beat közönségnek egy bizonyos része, ezt kikérte magának. Pedig, hát akkor most gondoljunk végig ezen a dolgon. Akkor is elmondtam, hogy ne legyünk igazságtalanok, mert egy közönség egy adott korhoz és egy adott dalhoz nagyon sok mindent köt. Tehát az első nőt, az első gyereket, az első lakást, az első bármit az életbe, tehát annyi mindennel összenő, hogy ők azt az álmot szeretnék megidézni. Nekünk könnyebb lazának lenni, igen. Nekünk könnyebb, mind a közönségnek, aki így van. És azért fölhívnám itt a figyelmet arra, ami manapság gyakran keveredik, hogy azért az úgynevezett szerző, alkotó mentalitása és hozzáállása, valamint az előadói azért nagyon sok tekintetben különbözik. Ennek a műfajnak valami furcsa szabálya az természetesen, hogy a közönség mindig az előadóval azonosítja a produkciót, tehát mindig annak tulajdonítja a művet. De ettől függetlenül azért léteznek szerzők, olyan szerzők is léteznek, akik nem állnak színpadon, bár a szakma nagy része általában abból az indulatból, hogy magát fejezze ki, általában saját művekkel szokott színpadra lépni, de ebben az esetben is azért a szerzői mentalitás különbözik az előadóitól. Az alkotó, a szerző, aki valójában háttérben áll,
szerzői minőségében, még akkor is, hogyha éppen a színpadon van, a szerző számára örömet jelent, ha minél több előadó számára hasznos, előadható és sikeres produkciót tud létrehozni. Az előadó meg általában a saját produkcióját féltve őrzi, és nem örül annak, hogyha másik. Valaki más is ugyanazzal a produkcióval sikert alatt. Ebben a megközelítésből a szerző és az előadó viszonya az előadott dalokkal meglehetősen különböző. És azért vagyunk mi is egy kicsit zavarba itt, mert abban a pillanatban, amikor ember színház számára dolgozik, színpadi darabot ír, akkor egyértelműen szerzővé válik. És akkor jönnek az előadók, akik azt mondják, hogy vigyázat, élő szerző. Így van, de akik borzasztó örömet szereznek a szerzőnek, mert egy tehetséges előadó mindig hozzátesz valamit a produkcióhoz, és mindig új színeket tesz hozzá egy új előadó, és a szerző az örömmel látja, hogy amit egyszer megírt, az egyre jobb, és vagy egy más felfogásba újra egy más színét, egy másfajta megközelítés lehetőségét adja a darabnak. És számunkra az, hogy az István királyból újabb és újabb megoldások születnek, és újabb előadások, és ezeknek mindegyiknek egy kicsit más a hatása, és mindenhol máshol van a hangsúly, más a jellegzetessége. Tulajdonképpen örülünk annak, hogy ennyi idő után még mindig képes fiatal és tehetséges emberek fantáziáját felébreszteni, hogy foglalkozzanak vele. Én például határtalan boldog voltam mindig a stúdió felvételeknél, tehát a színpadi darabokról van szó, amikor persze vegyesen színészek, tehát jó hangú színészek és mások jönnek be, és az ember egy hajóba ül. Nekem is az az érdekem, hogy minél jobban, minél többet szedjek ki abból az előadóból. Na most nehogy félreértsétek. Én boldog vagyok attól, hogy nem másikát megtanítottam a stúdióba énekelni. És rendkívül hálásak voltak. Na, egy nevet mondok csak, és nem véletlenül mondom ki. Úgy hívják, hogy Feke Pál, aki az Attilában egyébként Csabát énekelt. Megérte vele foglalkozni, csak azért mondom. Ez óriási élmény számomra. És akkor, hogy a távolabbi időkre is kihat egy ilyen munka, pedig a stúdió munka nem olyan könnyű, te ezt azért ismered, többé-kevésbé. A beszélgetés végén nem csúszok abba a hibába, hogy föltém azt a kérdést, hogy mit üzenetek a felnövekvő generációknak, mert ezt egyszer a Rolling Stones-szal eljátszották, és a Keith Richards azt mondta, hogy hát azt tudja mondani minden fiatal zenésznek, hogy buli előtt menjen el pisilni. Holott egyébként egy rendkívül tanulságos, az egyik legfontosabb elsajátítandó rész, viszont az még borzasztóan érdekelne, hogy mit szóltok azokhoz az új törekvésekhez, amit a fiatal muzsikusok, szerzők próbálnak létrehozni, azokat az érdekvédelmi szervezeteket, amelyek hol az Artisjusztal karöltve, hol egy kicsit ellene fordulva, hol vállalva az összes feszültséget kiadókkal, rádiócsatornákkal és a többivel, de valamit szeretnének közösen megfogalmazni a magyar dal, a magyar zene védelmében, nem tudom. Hát én nekem sok évtizedes tapasztalatom van az ilyen szakmai összefogások sikerességével és kudarcaival kapcsolatban. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagy rizikót vállal az, aki mások érdekeit is képviseli bizonyos helyzetekben, de az élet nem tud másképp működni. Időnként közösséget kell vállalni azokkal is, akikkel úgy néz ki, hogy versenyben vagyunk, mert az emberi kultúrának ez a furcsa természete, hogy benne van a verseny is, a kompetíció, meg az együttműködés, a kooperáció egyformán, és mind a kettő nagyon fontos, és egy szakmának is nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy a szakmai körökön belül természetesen megvan a vetélkedés, és megvan a versenyfutás, de azért a közös érdekeket minden szakmában közösen lehet a leginkább képviselni, és ezért nagyon fontos, hogy
és én ezt a gondolatot követtem mindig, hogy elsősorban azt tekintem fontosnak, ami egy ilyen műfajt a különféle támadásokkal szemben meg tudja védeni, mert az egyének külön-külön nem tudják magukat megvédeni. Csak akkor, hogyha közösen képesek összefogni, és közösen képviselni a közös érdekeket. Hát ez egy kicsit ilyen szakszervezet is hangzott, de valójában a szakszervezetekre nagyon is szükség van. A szakszervezetek azok a közösségek, amelyek szakmai tudás alapon képviselnek egy társaságot a legkülönfélébb politikai körülmények között is, elsősorban szakmai szempontokat vesznek figyelembe. És ennek alapján kötik egymással az egyességeket, és próbálják megoldani azokat a konfliktusokat, amelyek természetesen minden műfajon belül léteznek. Hát akkor köszönjük szépen, mindenki fizesse be az empatikus tagdíjat, mert érdemes. Szörnyi Leventével, Bródi Jánossal beszélgettünk-e nagyon szűk időben. Erre volt lehetőség.